Ez a felfújható csónak jelképezte az árvízben elsüllyedt háztetejét Szabolcs-Veresmarton. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a közösen szervezett Európai Uniós nemzetközi mentési gyakorlatot a Rétközi tónál. A dögéig érő szakaszon alakítottak ki egy faluképet. A mentési gyakorlaton ezt lepte el a medréből kilépő Tisza. A magyarok mellett horvát, szerb és szlovák egységeket is bevontak a mentési munkába. Összesen 270-en vesznek részt a 6 napon át tartó gyakorlaton, azzal a céllal, hogy mindig felkészült szakemberek segítsék a lakosságot. A 18 hónapos projektet az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság koordinálja, és a projekt része volt az, hogy különböző egyeztetéseket tartottunk a partner országokkal, így a gyakorlat irányítása és az ellenőrzése különválik. A gyakorlat forgatókönyve pedig tartalmaz egy logisztikai és infokommunikációs tervet is, hiszen az együttműködésnek ez a kulcs mozzanata, a kommunikáció, amely révén tud a koordináció megvalósítani. A gyakorlat azért 6 napos, mert ilyen esetben is így elhúzódik a káresemény. A Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság társszervként vesz részt a gyakorlaton, egy 25 fős vízminőségvédelmi csoport dolgozik a terepen. Ezen a területen rendkívül nagy az árvízi veszélyeztetettség, ezért is fontosak az ehhez hasonló gyakorlatok. Így a figyelem és a rutin jobban kialakul, amely éles helyzetben kiemelt jelentőségű lehet. A vízügyi igazgatóság egy feltételezett szennyezés esetén avatkozott be. Azt feltételeztük, hogy az elöntött területen, lakott területen belül szénhidrogén, illetve olyan szerves anyag került a vízbe, ami az oxigén tartalmat lecsökkentette az elöntött területen lévő folyadékba, vízbe, és ennek a elhárítására tevékenykednek a kollégák. Tehát merülőfalat telepítenek, levegőztetik a rendszert, illetve olaj lefölöző berendezéseket üzemeltetve visszafejtik, vissza összegyűjtik ezt az olajszennyezést. A katasztrófavédelmi csoportokat a Magyar Vöröskereszt is segíti az ehhez hasonló vízhelyzetek esetén. Itt Szabolcs-Veresmarton egy 21 fős egység látja el a szervezet munkáját. Velük érkezett egy 30 fős szerepjátékos csapat, amelynek tagjai az áldozatokat játszották el a gyakorlat ideje alatt. Így hiába szimulált az árvíz sújtott a falu, mégis élethűnek tűnik a munka. Jelenleg is hát éles helyzetben is egy árvizes szituációban a sérülteknek ugye az ellátása, egyrészt a fizikai sérüléseknek az ellátása, másrészt a lelki sérülések ellátása, erről egy pszichoszociális ellátócsapat gondoskodik, illetve van itt még egy speciális feladatunk, ami a higiénés magatartási szabályok betartatásáról szól, ami ugye egy árvíznél előfordulhat. Az Európai Unió kiemelten támogatta a katasztrófavédelem programját, hiszen az új elemeket is tartalmaz. A mostani gyakorlat különlegessége, hogy állatokat is mentettek. Horvát és magyar csapatok közösen vitték el ezeket a juhokat, amelyek a gyakorlat szerint szintén valamelyik vízzel borított területen ragadtak.